Szép jó estét kívánok, és boldog új évet 2021. január 1-én kedves minnyájuknak. Mai vendégemmel arról fogunk beszélgetni, hogy a keresztény szellemiség otthon, amely az elmúlt esztendőben szinte teljesen megújult, milyen esztendőt zárt, annak tükrében, hogy a koronavírus járvány sajnos nem kímélt bennünket itt Székesfehérváron sem. Tehát vendégem Jakubek Tiborné, a Szent István Művelődési Ház igazgatója. Szervusz, örülök, hogy itt vagy. Szervusz, én is nagyon szépen köszönöm a meghívást. Érdekes esztendő volt a miénk. Nagyon is jól tudjuk, aki a Liszt Ferenc utca felé jár, hogy milyen fontos számunkra a Szent István Művelődési Ház. És amikor azzal nyitottam, hogy a keresztény szellemiség otthona, igen, talán soha nem volt nagyobb szükség arra, hogy az elmúlt esztendő, ugye ez bebizonyosodott, nagyon sok ok volt arra, hiszen egyik oldalról a migráció, a hatalmi harcok a politikában, emellett jött lehető, talán azt mondom, hogy a legrosszabbkor, bár ez mindig rossz, akkor jön a Covid, és a koronavírus járvány is megtizedelte a kulturális életet, és azt hiszem, hogy a kulturális életnek pedig az a legfontosabb hozadéka, hogy mindig minden ajtó kitárul, ahogy a szívünk is kitárul, és ott vagyunk, most pedig ezt nem sikerült megtennünk. Mielőtt azonban a rendezvényekről, illetve a pótlásokról beszélnék, essék szó a Szent István Művelődési Ház megújításáról. Én azt gondolom, hogy ez a beruházás már nagyon érett, nagyon fontos volt, hiszen tudjuk, hogy olyan ütemben nőtt a látogatottság, hogy néhány dolga egyszerűen elkerülhetetlen volt, hogy megoldjátok. Igen, én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit is, természetesen én is mindenkinek egészségben és eredményekben, sőt, mi több egyéni örömökben gazdag, boldog új évet kívánok. Valóban így van, ahogyan te mondtad, megérett már ebben az intézményben ez a fajta felújítás, amire sor kerülhetett, és nagyon örülünk neki, hiszen sokkal, de sokkal mobilizáltabb és sokkal jobban megközelíthetőbbé vált minden közösségi tere így ennek az intézménynek. Földszinten kialakultak azok a kiszolgáló egységek, a mosdók, amelyekre már igen nagy szükség volt, hiszen függetlenül attól, hogy ennek az intézménynek a földszinten és az emeleti részeken is különböző kulturális eseményei vannak, nagyon-nagyon fontos volt, hogy ezt biztosítani tudjuk a látogatók számára, hiszen az egyik legszebb terünk helyezkedik el az intézmény földszintjén, a Szent Korona Galéria, amely az év folyamán több alkalommal kínál kiállítási lehetőségeket, és ezt meg is teremti, és amelynek igen nagy a látogatottsága. Tehát többek között nagyon fontos volt az is, hogy akadálymentessé tegyük az intézményt. Hogy azoknak is tudjunk lehetőséget biztosítani az intézmény látogatására, akik valamilyen okból kifolyólag akadályoztatva vannak. Ide főként ugye azokat értem, akik akár mozgásukban korlátozottak, de azokat is ide értem, akik egyébként látásukban vagy hallásukban korlátozottak. Mind ezeknek a kitételeknek igazából most már a felújítás során megfelel az intézmény, tehát a nagy termet lett egy liftünk, ami azt jelenti, hogy mindenki használhatja, tehát aki mozgásában korlátozott, vagy nehezebben mozog, az fel tud jutni a Szent István terembe. A látásukban és a hallásukban korlátozottaknak is ki lett alakítva az a fajta közlekedés, amely biztosítja nekik a biztonságos közlekedést az épület, tehát az udvarba jutástól egészen fel a Szent István teremig, és ugye a halláskárosultaknak is ki van alakítva az a fajta rendszer, amely segít nekik a hallókészülék frekvenciáján keresztül ráhangolódni arra a frekvenciára, ami az előadás időtartama alatt van. Milyen feladat vár egy intézményvezetőre, bármennyire is rutinos, bármennyire is tudja, hogy mi a dolga, és jó csapata van, ha hirtelen jön egy olyan időszak, mint a koronavírus járvány, hiszen biztos tudják a kedves nézők is, a kultúra kedvelők bizonyára, hogy ha arra felé jártak, akkor láttak, hogy kint van a plakát, és ott van teljes egészében a következő hónap jószerivel lefektetve minden egyes programja. Mi ilyenkor a teendő? Általában nézzük akkor először, és akkor utána megyünk majd sorban. Ha bejut egy ilyen helyzet, egy vezetőtől azért leginkább azt várja el mindenki, mint hogy egyébként a vezetőknek is vannak vezetői is, tehát azért folyamatosan tanulunk egymástól. Elsősorban az, hogy hirtelenében szélesen próbálja meg mérlegelni azt a helyzetet, hogy mi az, ami éppen van, és mikre van lehetőség, melyek az adott lehetőségek, és mik azok az emberi erőforrások, amik igazából rendelkezésre állnak, és itt főként arra gondolok, hogy szakmai szempontból a munkatársaival hogyan, miként, milyen erőforrásokkal bírnak, hogy
a kultúra, mint olyan közvetítése ne legyen teljesen bezárt. Nagyon észrevettük, és nagyon fontos dolog, hogy nagyon sokan, és többek között így a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház igazán nagyon törekedett arra, hogy bár nem tud nyitott kapukat szolgáltatni ugye a látogatóknak, de magának a kultúrának az közvetítése és egyáltalán az a fajta kommunikáció, amit legalább az internet forrásain keresztül meg lehet valósítani, az megmaradjon, hiszen a személyes kapcsolat, az egymásról való tudás, az egymásra való gondolás, az mindenféleképp nagyon fontos. Ezért gyorsan mi is megnéztük, legalábbis én is gyorsan felmértem, hogy a kollégáim közül ki hogyan, milyen eszközökhöz, milyen szinten, milyen minőségben tud hozzátenni még, mi az, amivel tudunk kultúrát szolgáltatni. Gyorsan átnéztük a programjainkat, melyek azok a programok, amelyeket így akár az internet adta lehetőségekkel is tovább fogunk tudni közvetíteni. Itt az asztal alatt, de nyugodtan vedd fel, kérlek szépen, hogy azért látszik, hogy egy művelődési intézményben hány olyan program van, ami jószerivel pótolhatatlan, gondoljuk mi, hiszen rutin híján, és erre még nem volt kialakult protokoll, hogy hogy kell valamit online térbe helyezni egyik pillanatról a másikra, hogy miként lehet ezt megvalósítani. Voltak olyan programok, amelyek óhatatlanul is kötelezik tulajdonképpen a tulajdonost, igen, tehát az egyházat, hogy személyesen oldja meg, ahol elengedhetetlen a személyes jelenlét. Na, hogy sikerült ezeket pótolni? Hiszen nagyon is tudjuk, hogy olyan előadás sorozatok vártak volna ránk, amelyek, ahol nélkülözhetetlen értelemszerűen a személyes jelenlét. Hát igen, az első olyan meghívott vendégünk, ugye Bese Gergő atya volt, akinek már akkor a programja, amit meghirdettünk, már beleesett ebbe a karantén időszakba. És nagyon sokat gondolkoztunk rajta, hogy hogyan, miként. Ugye, mivel hogy ő azért egy iskola lelkész is, nagyon terhelt is volt. Ugye egyszerre kellett átállnia az iskolában is egy olyan fajta rendszernek a működésében, hogy hogyan, miként tud a iskola lelkészként működni, majd ugye nagyon jól tudjuk, hogy az egyházakban az atyáknak is ugye a misék közvetítése is át kellett, hogy álljon az internetes módra. Tehát számtalan olyan nehézség volt, és Bese Gergő atya volt az első, akivel igazából egy ilyen zoomos előadást, beszélgetős előadást tudtunk igazából közvetíteni, és nekünk is meg kellett szokni. Teljesen más annak az előadásnak a felépítése, a kommunikációs módja, tehát ahhoz, hogy utána valóban hogyan, miként tudjuk majd kiközvetíteni. De szintén hasonlóképpen volt már, vagy voltak azok az előadásaink, amelyek bár már nem voltak annyira korlátozva, ugye a korlátozásoknak a felszabadítása után, augusztus vége, tehát ott volt szeptember, október, amikor azért már az érdeklődő közönség, akiket egyébként tudjuk, hogy nagyon-nagyon érdeklődtek az előadások után, hiszen nap mint nap, hogyha mentünk az utcán, vagy a telefonos beszélgetéseken keresztül, mindig mondták, hogy Ágikám, nem tudok eljönni, de meg fogom nézni, és mindenféleképp érdekel, hogy ott, ahol csak tudjátok, ott mindenféleképp írjatok róla, vagy tegyétek közzé. Azért tapasztaltuk, és pont te voltál az egyik beszélgető partnere, az egyik rendezvényünknek a hitkiárusítása címmel, amikor ugye Somogyi Viktória volt úgymond a másik oldalon magának a filmnek a szerkesztője, a beszélgető partner, és ott is megtapasztaltuk, hogy milyen hihetetlenül nagyon nagy szükség van az egyes embernek a hitére, azokra a kapaszkodókra, azokra a közösségekre, amelyeket igazából mind az egyházi terek, mind pedig az egyház által, vagy egyáltalán más kulturális terek fenntartanak, hiszen nagyon-nagyon szükségünk van arra, hogy találkozzunk, építsünk egymásra, és hogy tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül. Mindenféle értelemben, és nem csak azoknak, akik nem szoktak még hozzá, hogy az online térbe kell majd bekapcsolódniuk, hanem a munkatársaiknak is. Ők hogyan szokták meg, hiszen ez egy újdonság mindenképpen, hogy 100%-ot kell nyújtani. Tehát az 50 az nem elég sem, ha személyesen találkozunk, szemtől szemben, semmikor nem elég. Tehát akkor is 100 kell. Ez egy borzasztó nagy kihívás, és nagyon nagy erő egyébként, hogyha maga a közösség a háttérben tényleg egy erős közösség. Tehát, hogyha tudjuk egymást bátorítani. Egy ilyen megszorítás, amikor az ember valamilyen szinten visszafonulót kell, hogy fújjon magának, minek után egyébként a hétköznapjait és az előző életét azt igazából tehát egy fókuszban tölti, hiszen
a programok szervezésével mindenki ugye kiteszi magát, kiáll, és vállalja, és csinálja, és szervezi, és ott van. Tehát igazából megmutatja magát. Akkor, amikor az ember nem mutatja meg magát, és egyébként is egy olyan láthatatlan dologgal kell megküzdeni, ami önmagában is félelmet tud kelteni. Tehát az embernek elsősorban önmagával is meg kell küzdenie. A hitével is meg kell küzdenie, mert ugye azért a félelem az egy nagyon-nagyon pusztító erő, és borzasztó nehéz a félelmen felülkerekedni. Ezért nagyon fontos az, hogy egy kisebb csoporton belül is, tehát mint a munkatársainkkal is, hogy meg kell tudnunk és rá kell tudnunk vetíteni a dolgoknak a pozitív oldalára, a jó oldalára, az erő oldalára, annak az oldalára, amelyben azt mondjuk, hogy igen, a bajok ellenére is van remény. Lehet, hogy nem a legjobb példa, de Placid atyát csak azért szeretném itt most felemlíteni, mert ugye bár a kommunizmus áldozatainak az emléknapján szoktuk nagyon sokszor őt felemlíteni, de azok a nehézségek, azok az ember próbáló dolgok, amelyekről ő mesélt akár csak a filmjén keresztül, vagy a bármikor általa készített beszélgetések alkalmával, bizony-bizony egy nagyon nagy tanúság és tanúságtétel arra, hogy hihetetlenül erős belső munkát kell ilyenkor mindenkinek végeznie ahhoz, hogy hitében megerősödjön, és hogy a szikrát, amely ott van, azt mindig tudja ápolni és gondozni, a szikrának kialudnia nem szabad, hiszen a szikra az, amelyik a remény táplálja. Tehát az előadások nagyon-nagyon fontosak, és pár csak kivonatosan beszéltünk róluk, a másik, ami kiemelt rendezvénysorozat Székesfehérváron, a kulturális eseménynek azt hiszem, hogy a csimboraszója, ha úgy tetszik, a kiállítások. Igen. Tehát a Szent Korona galériát említettük már, nekem nagyon hiányzott, és most, hogy majd a Betlehemi szép csillagról beszélünk, de én azt gondolom, hogy ott lehetett is hiányérzetünk, hiszen az elmúlt esztendő is számtalan olyan kiállítást ígért, ami nagyon-nagyon jó lett volna nekünk. Örülök is, hogy a kiállításokat említetted. Én intézményvezetőként is nem tudom miért, de egyszerűen a kiállítások annyira hiányoztak a számomra, és nagyon örülök neki, hogy függetlenül erre a borzasztóan terhelt időszakra számtalan tervezett kiállításunk sajnos el kellett, hogy maradjon, mert egyszerűen nem lehetett megvalósítani, és több olyan kiállítás van, amit úgy ítéltünk meg, hogy nem is szeretnénk ebben az időszakban, mert csorbát szenvedne az a fajta művészeti munka, amelyet meg szerettünk volna mutatni, viszont voltak is, most is van olyan kiállításunk, amit hála jó Istennek így is meg lehet mutatni. Ugye az egyik volt a Hegedűs II Lászlónak a fotókiállítása, amely egyszerre ugye egy mozgóképtől kezdve a fotóig megmutatott mindent. A gyermekarcok, amely attól volt egy fantasztikus kiállítás, hogy felhívta a figyelmünket arra, hogy mennyire nagyon fontos, hogy emlékezzünk a gyermeki énünkre, a gyermeki lelkünkre, a tisztaságunkra, hogy hogyan, miként tudtunk rácsodálkozni a világra, hogyan, miként tudtunk rácsodálkozni a szépségekre, a gyönyörűségekre, és hogy mennyire nem az éppen aktuális gazdaságilag megfinanszírozható vágyaink uralták az életünket, hanem valóban a tiszta szeretet. És ez egy fantasztikus dolog. És ugye ezt követte utána a Betlehemi Szép Csillag kiállítás, amely ugye évek óta a Fehérvári Kézművesek Egyesületével szerveződik és hirdetjük meg. És bár most is megtapasztaltuk, hogy nagyon jó, hogy megvan ez a kiállítás, mert azért mégiscsak a legszebb ünnephez kötődően szintén a remény az, amit nem szabad hagyni kialudni, mert egész egyszerűen szükségünk van. Szükségünk van azokra a hagyományokra, azokra az értékekre, amelyek igazából úton tartanak minket, és kapaszkodót biztosítanak a gyermekkorunkra, tehát visszatekintve a múltba, és megélve a jelent, és hát csak ezt tudjuk átadni a jövő generációjának is, tehát ez nagyon-nagyon nagy szükség van erre. Úgyhogy a Betlehemi Szép Csillag kiállítás is sajnos úgy tudott ugye megnyílni, hogy mi voltunk ott igazából. A püspök atya lelki szavai nagyon-nagyon sokat segítettek nekünk, és a természetesen mindig és mindig hálásnak kell lennünk a Székesfehérvári Médiacentrum munkatársainak, hogy hírül adják, és hogy nagyon-nagyon sokfelé meg tudják mutatni azt az értéket, amelyet a kulturális intézmények teremtettek. Viszont essék szó azokról a csoportokról, amelyeknek állandó otthona a Szent István Művelődési Háza Liszt Ferenc utca. Azt nagyon is jól tudom, hogy néhányukat természetesen olyan veszteség érte, amit nem lehet visszahozni,
de én azt gondolom, hogy a többség az belenyugodott, és próbálta úgy szervezni az életét, hogy aztán visszatérhessen. Beszéljünk róluk, hiszen ők állandó szereplői, és állandó otthon. Igen, tekintik. Hát nagyon örülök annak, és nagyon hiányoztak, mert mikor megszoktuk, hogy a hét minden napján szinte van körülöttünk valaki, borzasztó nehéz volt elfogadni, hogy most nincs köröttünk senki. Ott voltak a kosárfonósok, ugye a Kocsarama László Magdikának a fantasztikus kosárfonásai is, az a módszer, ahogyan egyáltalán tehát az érdeklődőket tudta tanítani, és azokat a csodálatos munkákat, amiket megvalósítottak, de oda tartoznak a foltvarrósok, akik szintén egyrészt szinte professzionális munkákat tudnak végezni, de mindez mellett karitatív tevékenységként is szívpárnákat készítenek ugye a melműtött nőknek, és még a járvány időszakában is nagyon fontosnak tartották, hogy egy-egy alkalommal azért az épületbe bejöjjenek, jóval csökkentettebb létszámba, hogy ez a fajta munka semmiféleképp ne szakadjon meg, és hogy mindig megfelelő mennyiségű szívpárnát tudjanak készíteni ahhoz, hogy a melműtött nőknek, vagy akiknek egyáltalán ezt használják, azoknak ezt tudják szolgáltatni. De szintén oda tartoznak azok a gyerekfoglalkozások, amelyeket kénytelenek voltunk szintén korlátozni, hiszen a járványveszély az nagyon-nagyon fontos volt, hogy azokat az intézkedéseket meg tudjuk tenni, tehát hogy védjük a gyerekeket és védjük a családokat. Bár számunkra ugye ők az egyik legfontosabb tétele igazából a kultúrának, mert én hiszem és vallom, hogy a kultúrát és mindenféle kulturális értéket alulról kezdve kell építeni, mint ahogyan a háznak is az alapjait építjük. Nagyon fontos, hogy minden ilyen dolgot valóban nagyon-nagyon jól megalapozva, mély és nagyon tartalmas alapokra épülve közösségként, hogy megtapasztalják és az értékeket tudják közvetíteni. Hát Kamarás Emese drámapedagógus volt az, aki még egészen a legutóbbi záratig megmerte tenni, és a családoknak erre nagy igénye volt, de aztán akkor, amikor a nagy erős korlátozások életbe léptek november hónapban, akkor azt sajnos ott is szüneteltetni kellett. Ugyanígy vannak a horgolósok, akik addig szintén összejöttek, és már-már mondhatom, hogy szinte feledésben merülő kézműves foglalkozás az, ami újra és újra, ugye, újra épül, és újra tanulják nagyon sokan, felismerve azt, hogy mennyire fontos az, hogy a magunk által készített dolgokkal tudjuk díszíteni újra az otthonainkat, mint ahogyan valamikor is ezt megtették az elődeink, az asszonyok. Ilyenkor azért rendkívül fontos, hogy az első számú vezető tartsa a lelket a munkatársaiban. Ez nyilván sikerült, hiszen én magam is személyesen is tapasztaltam ezt. Viszont lehet-e terveket szülni? Tehát gondolok itt elsősorban arra, hogy egy művelődési intézménynek, egy ilyen léptékűnek mindenképpen tervezni kell, hiszen adhok alapon nem működhet semmi. Tehát és most itt vagyunk 2021-ben, nehéz ezt kimondani, és nem tudjuk, hogy mi történik. Ugye a 2020-as évünket is a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra építettük igazából, amely hát ugye elmaradt. De akkor, amikor meghirdették, hogy valószínűleg 2021-ben megrendezésre kerül, mint ahogy itt már többször esett szó a reményről, egyebekről, tehát így mi is nagyon bizakodóak vagyunk, és a remény az mindenféleképp ott van bennünk, és épp mielőtt ide jöttem volna hozzád a beszélgetésre, épp akkor is beszélgettünk a kollégákkal, hogy a bizonytalan helyzetektől függetlenül tervezni akkor is kell, és akkor is kötelező, mert ahogyan te mondtad, tehát egy intézmény csak akkor tud működni, hogyha először is kell, hogy legyenek tervei, mert a tervekből lehet elhagyni, de a nem tervekből nem lehet építkezni. Tehát mindenféleképp szükségesek, nem csak úgymond kulturális szempontból, hanem financiális szempontból is nagyon-nagyon fontosak, hiszen nagyon tudni kell azt, hogy hogyan miként tervezünk ahhoz, hogy minden megfinanszírozható legyen, és kivitelezhető is legyen. Természetesen vannak dolgaink, amelyeket elkezdtünk 2020-ban, vagy még előtte, azokat mindenféleképp szeretnénk folytatni. 2020-ban indult el egy gyönyörű szép koncertsorozatunk, ugye hangverseny a zongoráért, mert hatalmas nagy öröm számunkra, hogy tényleg az intézményben található hangverseny zongora az felújításra került, és csodálatos koncertek valósultak meg benne most a 2020-as évben is. És ezt a koncertsorozatot szeretnénk folytatni, és szeretnénk, hogyha minél jobban kiteljesedne majd az év folyamán. Természetesen nem az év első 2-3 hónapjára tervezzük a folytatást, hanem majd azt követően legalábbis a mostani tervek alapján. Több olyan
tervünk van, de talán csak egyet, hogyha kiemelek, ugye a Csóri Sándor alap meghirdetett egy pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériumán keresztül, amelyet megpályáztunk, és nagy örömömre szolgál, hogy mondhatom, hogy igazából 1.800.000 forint pályázati díjat nyertünk is. Ennek keretében egy gyönyörű szép gyűjteményes könyv köré szerveztünk programokat, a Mária Anya, Mária Anyánk. Ez egészen a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus időpontjáig elhúzódik majd, szinte havi rendszerességgel ismétlődik, és ennek a csodálatos könyvnek, amelynek tényleg fantasztikus a tartalma, tehát ehhez épülnek majd az előadások. Ezeket elkezdjük majd online is, amennyiben nem biztosítja az egészségügyi helyzet az, hogy mondjuk személyesen ott legyenek, de természetesen arra számítunk mi is, és abban bízunk, hogy valamelyest azért csak-csak javul. Igen, hát azt ugye nem, hadd tegyem hozzá, hogy a Csóri Sándor Társaság is otthonra talált a Szent István Művelődési Házban, és ugye az páratlanul gazdag a Csóri életmű. Pontosan így van. Hát ebből lehet egy nagy durranás, ha úgy tetszik. Hogyne, tervezünk is ilyet. Felépíteni. Igen, ugye ebben az évben is két alkalommal is, tehát a 2020-as évben is két alkalommal is tartottunk Csóri Sándorra megemlékezést, ugye születésének a 90. évfordulója alkalmából, és mindkettőt igazából még a 2020-as év elején, aminek nagyon-nagyon örültünk, hiszen hihetetlenül gazdag életpálya az, amit igazából Csóri Sándor. Arról nem beszélve, hogy valóban az eukarisztikus világkongresszusra készülni kell, hiszen ne feledjük, hogy mit mondott Pacelli bíboros, a későbbi 12. Pius pápa Budapesten. Ugye egy számtalan rádióbeszédében úgy fogalmazott, hogy Magyarország a legfontosabb számára, mégpedig azért, mert egy olyan ország, amely soha nem veszíti el a hitét. Hát nem is veszíthetjük el, és azt gondolom, hogy ez egy jó út, amit ti képviseltek. Egyébként erre konkrétan lesz készülődés, illetve valami felvezetése a világkongresszusnak? Biztos vagyok benne, bár most kifejezetten az utóbbi időkben nagyon sokat beszélgetünk Püspök atyával, tehát akár már a következő évi tervezésről is. Erről kifejezetten most ugye nem esett szó, hiszen őt is nagyon-nagyon sokfelé lefoglalták és elfoglalták számtalanféle események. Most ugye a karácsonyhoz közeledve rengeteg karitatív tevékenység van, ahol neki egyébként is szolgálatként, szolgálattevőként is, és egyáltalán mint adományozóként is jelen kell lennie. Tehát így erről nem tudtunk beszélni, de biztos vagyok benne, hogy lesz. Mi is tervezünk, és hát az egyház részéről is lesz. No, tehát akkor ez volt tavaly, és akkor nyilván akkor elindult, ahogy te is fogalmaztál, a Csóri Sándor Társaság. Lesz-e olyan különleges terv, ami, tehát filmvetítések, azok nyilván folytatódnak? Így van, a filmklubjaink, amelyek igen, nagyon szeretik a székesfehérvári látogatók, mindenféleképp folytatódik. Az eukarisztikus kongresszusra való felkészülés, akár előadások, könyvbemutatók részeként szintén egy nagyon-nagyon fontos események lesznek az intézmény életében, mint akkor, ahogyan mondtam, a Mária Anyánk, Mária Anya című könyvnek a bemutatója, amely szinte havi rendszerességgel fog majd jelentkezni, úgy szintén. Ugye a koncertsorozatot említettem, amely szintén nagyon neves művészekkel fogjuk folytatni, és itt azért tartom fontosnak, hogy megemlítsem, hogy most a 2020-as évben mennyire nagyon ismert, nemzetközileg is ismert zeneművészek voltak velünk, ugye ott volt velünk ránk Ifjú Ránki Fülöp, zongora művész, aki egy fantasztikus Liszt koncertet adott, de ott volt velünk Falvai Sándor, ott volt velünk, gyorsan akarom mindjárt mondani, egy pillanat, nem is biztos, hogy olyan nagyon gyorsan fogom mondani, de Szabadi Vilmos, tehát valóban, tehát a csellóművész, zongoraművész és a hegedűművészek együtt, akkor utána ott volt nálunk Dani Imre, zongoraművész, egy fantasztikus két zongorás koncertet is meghallgathattak nálunk igazából a zenekedvelők. Ezt a folyamatot, és hát ugye a jazz műfajában is Vörös Janka koncertjén is ott lehettek. És a New Series, amiről beszámoltunk mi magunk is. Így van, is. Így van. Úgyhogy mindenféleképp szeretnék, és minden műfajba, tehát a komoly zenében, a jazzben, a bluesban, és szintén meg kell, hogy említsem, ugye doktor, bocsánatot kérek, de muszáj vagyok rá tekinteni, hogyha erre esetleg van egy perc. Igen, doktor Tóth Gábor sebész, orvos és Dobai István gitárművésznek a jazz koncertjére, ahol tényleg a swing, a blues szintén ott volt. Tehát tényleg ezeket a programokat mindenféleképp folytatjuk a 2021-es évben is, hiszen nagyon fontosnak tartjuk, hogy
akár a kiállítások terén, akár pedig az irodalom terén és az egyéb más kulturális tereken, amennyire csak lehet hasonlóan, mint a 2020-as évben magas színvonalon tudjunk olyan programokat biztosítani, amelyeket értéknek tartunk az intézményen belül. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél bennünket, és hát ígérhetek, mert hogy amennyiben megvalósulnak ezek a programok, akkor természetesen beszámolunk róla, és ehhez kívánok erőt, egészséget és türelmet, kitartást, mert azt hiszem, hogy enélkül nem megy idén sem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, Jakubek Tiborné, a Szent István Művelődési Ház igazgatója volt a vendégem az évértékelőnkben. Egy kicsit megtekintettük, illetve szóba került az is, hogy mi vár ránk ebben az évben. Tartsanak ki, mi is ezt tesszük. Viszontlátásra!